Köszöntöm a kedves nézőket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látják, a tartalomból röviden. Kerékpárral is biztonságban, szervízpontot adtak át Szigligetnél. Nem csak bot és vászon. Tapolcára érkezett az országjáró nemzeti zászló. Szombaton nyit. Várja a vendégeket a Tapolcai termástrand. Az elmúlt napokban adták át Szigligeten azt a kiépített hazai gyártású kerékpáros szervíz oszlopot, amelyet a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács rendelt és vásárolt meg a gyártótól, a szigligeti önkormányzat pedig biztosította hozzá a néhány négyzetméternyi önkormányzati területet, továbbá a telepítés építési anyag és munkaerő szükségletét, tudtuk meg a hivatalos átadáson. Az eseményen dr. Garamvölgyi László dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója Balassa Dániel polgármesterrel adta át az új szervíz helyet. A szigligeti polgármestertől azt is megtudhatták a jelenlévők, hogy talán jövőre elkészülhet a sokak által nagyon várt Tapolca-Szigliget kerékpárút. A sajtó képviselőit Molnár András rendőr őrnagy, a Tapolcai Rendőrkapitányság munkatársa köszöntötte, és ismertette az elmúlt években a kapitányság kerékpárosok érdekében tett erőfeszítéseit. A Veszprémi Rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztálya kereste azokat az innovatív lehetőségeket, amelyek a megnövelt kerékpáros turizmus szolgáltatását, illetve a célközönség elérhetőségét tették lehetővé, és ennek okán törekvésünk találkozott a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács gondolkodásával, a korábban már működött BuySafe kerékpáros regisztrációs rendszerbe történő működtetés hatékonyságát és az elérhetőséget tudtuk ezáltal egy kicsikét felzárkóztatni, illetve olyan szintre felvinni, hogy a megyei rendőrfőkapitányság országos szinten az elmúlt 3 évben országos szinten is jeles eredményeket ért el, és ezt a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács is úgy szintén megköszönte, elismerését fejezte ki. Majd ezt követően a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács támogatással biztosította a megyei főkapitányságot, és így 2017 nyarán már olyan szolgáltatással tudtunk előlépni, amely kerékpáros járőrszolgáltatást biztosított, hogy elérhessük azokat a látogatottabb területeket, ahol nagy számba fordulnak elő kerékpáros turisták, részükre bűnmegelőzési vagyonvédelmi tanácsokat tudtunk átadni. Ezt követően igény mutatkozott azoknak a fix helyeknek a biztosítására, kiépítésére, amelyek a szolgáltatást, a regisztrációt egy adott helyhez tudják kötni, illetve maga az itt látható oszlop is az információt hordozva 24 órában szolgálhassa a megfelelő kellékekkel a kerékpáros turistákat, illetve az ide látogatókat. Egy tavalyi Réfülöpön átadott szervízpont átadásánál is jelen volt dr. Garamvölgyi László dandártábornok, a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács kommunikációs igazgatója. Az azóta eltelt időszakban kapott pozitív visszajelzésekről is beszélt. A dizájn kialakításában ugye elsősorban a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság jeleskedett, de a kormány által 2013-ban elfogadott nemzeti bűnmegelőzési stratégiában nagyon sok minden más mellett az is benne van, hogy a Nemzeti Bűnmegelőzési Tanács menedzselje azokat a best practice-eket, az jó ötleteket, máshol is alkalmazható megoldásokat, ami elsősorban kreatív és innovatív. Eltelt egy év, a bringás társadalomtól csak pozitív visszajelzést kaptunk. Ez egyébként nem csak egy jelképes, hanem valóságos szolgáltatás, de hát nekem nagyon tetszetős a kialakítása, a színvilága, és örülök, hogy rajta van a BuySafe regisztrációs program. Azt tudom önöknek jelenteni, hogy 250 000 kerékpár van a rendszerben, természetesen a legnagyobb adatfelhasználó ebből a rendőrség, de miután bevezettük a törzskönyvet, ugye ez nem ugyanaz, mint a gépjárműveknél, nem kötelező, de pontosan a kerékpáros társadalom kérte, hogy nekik is legyen valamiféle okmányuk. Tehát a lényeg az, hogy egy plasztik alapú hitelkártya méretű, mindössze a postaköltséggel együtt 2000 forint jelképes összegbe kerülő tulajdont igazoló okmánnyal rendelkeznek, ez megdobta a regisztrációt, és gyakorlatilag a hír
nagy prevenciós hatással volt. A tolvajok ugye nagyon jól tudják, hogy a felderítés sokkal könnyebb, de ami legalább ilyen fontos, a megtalált kerékpárok visszaadása, korábban elég körülményes volt a tulajdonjog igazolása, hozzáteszem, hogy ezt egyszer kell a törzskönyvet kiváltani az átruházásnál, ingyenes. Örömmel vett részt partnerként a szervizpont megvalósításában Szigliget, mondta el Balassa Dániel polgármester. Úgy véli, mondta, hogy a szerviz oszlop a település egy arra kifejezetten alkalmas, nagyon szép és kiépült infrastruktúrában rendelkező pontjára került, és a jövőben, ha elkészül a Tapolca Szigliget kerékpárút, különös jelentőséggel bír majd. Az önkormányzat, illetve másik három település vonatkozásában el tudok mondani, hogy Tapolca és Szigliget között jelenleg készülőben van a kerékpárút terveinek az elfogadtatása. Ha minden igaz, akkor még az idei évben elkészülhet, vagy elindulhat ez a beruházás, és talán jövőre egy-egy szakaszt, de ha nagyon nagy szerencsénk van, lehet, hogy az egészet át fogjuk tudni adni. Ez egy óriási dolog lenne, és azért mondom ezt, mert az a kerékpárút az itt érne ki, ebben a csomópontban. Tehát lényegében ez egy olyan frekventált kerékpáros központ lenne itt ez a kereszteződés, ami úgy gondolom, hogy méltóképpen megindokolja azt, hogy miért ide került ez a szervizoszlop. Még egy dolog. Igazából a Balatoni Bringakörútnak ez a szakasza tényleg, hát most hazabeszélek, de szerintünk a legszebb szakasz. Viszonylag az állapota is jó, és úgy gondolom, hogy az itt kiépült infrastruktúra, gondolok itt például erre a büfére, illetve ha tovább megyünk, ott van egy biciklis pihenőpont is, még az Antalhegynél. Úgy gondolom, hogy Szigliget vonatkozásában a kerékpárosok nagyon jól el vannak látva, kisebb-nagyobb lehetőségekkel. Van a településen kerékpárjavító, tehát úgy gondolom, hogy az a megnövekedett kerékpáros turizmus, ami az utóbbi időben jellemezte a Balaton környékét, és jellemzi, hál' Istennek, ez mindenképpen egy méltó fogadtatásra talál Szigliget önkormányzat, a Szigliget lakói, a település részéről, és tényleg nagyon örülök, hogy ezt fölismerve a rendőrség ebbe partner volt, és helyet adhattunk ennek az oszlopnak. Stabil kerékpártartó állvány, guminyomást is mutató pumpa, sokfajta biciklihez alkalmas profi szerszámkészlet, gumiszereléshez, cseréhez szükséges eszközök. Gyakorlatilag ennyi, de mégsem csak ennyi egy kerékpáros szervizpont, mondta el a tapolcai médiának Gál Csaba rendőrőrnagy, a Veszprém megyei rendőrfőkapitányság bűnmegelőzési osztályának kiemelt főelőadója, a szervizpont biztonságot növelő propagáló oldalára is rávilágított, amely miatt gyakori rendőrségi kitelepülés helyszíne is lesz a szigligeti szervizállomás. Elmondta, egyrésztről az állványon elhelyezett tájékoztató feliratok, a KRESZ által kötelezően előírt biciklis felszerelések, tartozékok használatára figyelmeztetik a kerékpárosokat, másrésztről lehetővé teszik a helyszínen a Bike Safe rendszerbe történő regisztrációt is. Tapolcára is megérkezett a Szabó Ferenc sümegi ötletgazda szervező által útjára indított 18 négyzetméteres magyar zászló. A nemzeti lobogó március 15-én indult el Rigácsról, azóta az ország számos településén részesült egyházi áldásban, többek között Böjte Csaba és Barsi Balázs atya is találkozott a hazaszerető zászlóvivőkkel. Néhány napja pedig már egy Szentkutnál csatlakozott nagyméretű székely lobogó is része a zászló országjárásának. Tapolcán a pünköst hétfői misét követően áldotta meg a két zászlót Csonka Nándor atya. Nagy szeretettel köszöntöm kedves mindannyiukat, hogy városunkba is elérkezett az országjáró zászlóm. Néhány gondolatot szeretnék a mai szép délelőtt hozzáfűzni.
Jézus mennybe menetele előtt Jézus a tanítványokat arra kéri, arra indítja, hogy menjetek a világ végső határáig, és hirdessétek az evangéliumot, az örömhírt. Számunkra ez hatlattan felhatalmazás és egy hallatlan lehetőség, hiszen ez a mi feladatunk, az örömhírt vinni. Ha én nagy egészbe gondolkodok, hogy Isten gyermeke lehetek, akkor az Isten gyermeki méltóságomhoz minden erőmmel, minden képességemmel hozzá kell tennem a magamét a közösség javára. Ha egy nemzetbe gondolkodok, ha egy országba gondolkodok, akkor kötelességem azokkal az ajándékokkal, lehetőségekkel, képességekkel, attitűdökkel, amelyeket az Isten nekem ajándékozott, a közösségem javát, családom javát, a munkahelyem javát, az országom, nemzetem javát szolgálni. Erre kaptunk felhatalmazást. A másik gondolat, amikor Jézus megjövendőli szenvedését, azt mondja, amikor majd fölemeltetnek ez a kereszt, akkor mindeneket magamhoz vonzok. Jel lesz, égbe kiáltó jel. És a nemzeti lobogónk, milyen gyönyörű, amikor a szél belekap, és valahol az égbe emeli az ember tekintetét, hogy mindeneket magához vonzon. Én kívánom, hogy ez a misszió, ez a szolgálat, ez az országjárás fölébressze a magyar ember szívét, lelkét erre a szolgálatra, hogy milyen ajándékot, milyen kegyelmeket kaptunk a Teremtő Istentől, és hogy milyen feladatot is ruházott ránk a szolgálatban. Kívánom, hogy nemzetünk fölébredjen, és kívánom azt, hogy mint égi édesanyánk, akit ma az egyház anyjaként ünnepeltünk, mint Magyarország főpátronája, járjunk közben szeretett magyar hazánkért. Kívánom, hogy ez az országjárásuk valóban elérje méltó célját, és nemzetünket fölemelje Isten gyermeki méltóságunkra és emberi hivatásunk betöltésére. Az Úr legyen veletek! Papi késfeltételem által minden égi és földi áldással áldjon meg benneteket, családjaitokat, szeretteiteket, missziótokat, a mindenható Isten, az Atya, és a Fiú, és a Szentlélek. Amen. Szabó Ferenc ötletgazda elmondta, mindenki látja, hogy ma mélységesen megvan osztva a magyar társadalom. A zászlók viszont a magyarság összetartozását hirdetik. A szervezők azt szeretnék, az emberek megéreznék, megtalálnák hazájukat, nemzetüket, közösségüket. Mi nem beszélünk, csak visszük a zászlókat, amelyeket egyházi tisztségviselők, püspökök áldanak meg azokon a településeken, ahol megfordulunk. Hozzátette, bárki csatlakozhat hozzánk, és bárhova elmegyünk, ahova hívnak bennünket. Azt is szeretnénk elérni, hogy mindenki merje kirakni a házára a magyar zászlót, ezzel is vállalva, hirdetve nemzeti hovatartozását. Azt vallom, hogy menni kell előre zászlóval a kezünkben. Hadd lássa haldokló nemzetünk, a magyar zászló maradt egyetlen reményünk, mondta. A zászlók megáldása után elindultak a zászlóvivők az Arany János, Kossuth Lajos, Kisfaludi utcákon át a Köztársaság térre, majd a Székely kapun át a Trianon emlékműhöz. Később az Iskola utca, főtér érintésével a Vas Albert szoborhoz vonultak a zászlóvivők, ahol koszorút helyeztek el. A két hatalmas zászló Tapolcai útja a Hősök terén ért véget.
Most szombaton, május 29-én megnyit a Tapolcai Termálstrand. A helyszínen kérdeztük Gáspár Andrást, a strandot is üzemeltető városgazdálkodási Kft. Ügyvezetőjét a felkészülésről és a nyitás körülményeiről. Szeretettel köszöntöm a tapolcai média oldal valamennyi követőjét a tapolcai strandról. Bár az idő nem nagyon indokolja, hogy itt legyünk, az viszont igen, hogy nem sokára megnyit a strand, legalábbis ezt olvastuk a strand közösségi oldalán. Gáspár András igazgató urat kérdezem, mi a helyzet, felkészültek-e a nyitásra? Igen, természetesen beszereztük a bérelhető korcsolyákat, a jéghokiütőket, tehát ahogy most az időjárás áll, nem tudom milyen forgalmunk lesz. Igen, nyitni fogunk szombaton reggel 9 órakor. Nem változik a nyitvatartás, 9-től 7 óráig leszünk nyitva minden nap. Eddig el voltunk foglalva azokkal a karbantartási feladatokkal, amit megkövetel ugye a rendszer, mert télen mi víz alatt tartjuk a téliesítést, tehát a medencékben víz van. Ennek következtében rettenetesen vízköves és koszos ilyenkor a medence. Hát először le kell engedni, kimosni, levízkötleníteni, feltölteni, megnézni, hogy jó-e a rendszer, tehát a gépházból a szűrők megfelelően működnek-e, hanem előről kezdeni az egészet. Tehát most úgy néz ki, hogy rendben van, dolgoztunk rajta eleget, és tudunk nyitni szombaton 9 órakor, csak az időjárás felelőssel kellene beszélni. Tavaly évben nem tudott kinyitni a tapolcai strand, az idén viszont hát úgy tűnik, hogy akkor elgördült minden akadály. Azelől, hogy végre megint fürödhessünk, talán majd a jó idő is megérkezik. Hogy van ellátva személyzettel, megvannak-e a szakemberek, kibírták-e ezt a tavalyi holt szezont? Igen, hát a személyzettel úgy voltunk tavaly, hogy egy dolgozót tartottunk főállásban, a többi pedig fizetés nélküli szabadságon volt, és ezt ők megfelelően tolerálták, mert visszajöttek, tehát nem szűnt meg a munkaviszony. A pénztárosokat ugye minden évben felvesszük, plusz takarítót minden évben felveszünk, ők is megvannak, tehát ez nem okoz gondot. Ha most annyiban különbözik ugye a mai nyitás, a mostani nyitás a tavaly előttihez képest, hogy a járványügyi előírásokat be kell tartani. Két héttel vagy három héttel ezelőtt felreppent egy olyan hír, hogy be fogják jelenteni majd a kormányinfón, hogy a szabadtéri strandokon nem kérnek kártyát. Ez a bejelentés nem történt meg. Tehát sajnos felnőtt úgy jöhet be, hogyha van kártyája, illetve gyerek úgy jöhet be 18 év alatti, hogyha kártyás felnőtt kíséri. 16 és 18 év között, ha valaki kapott oltást, és ennek következtében van kártyája, vagy használja a megfelelő appot, akkor ő is bejöhet kísérő nélkül. Változtak-e az árak a tavaly előttihez képest? Nem, ugyanazokat az árakat alkalmazzuk. Nem, én azt mondom, hogy ez egy olyan átlagos ár, bár a hírekből most néhány nagyon elfajult árról olvasgattam én néhány strandon, itt ez nem történt meg. A krónika végén nézzük híreinket még egyszer röviden. Kerékpárral is biztonságban, szervízpontot adtak át Szigligetnél. Nem csak bot és vászon. Tapolcára érkezett az országjáró nemzeti zászló. Szombaton nyit. Várja a vendégeket a tapolcai termálstrand. Kedves nézőink, köszönöm megtisztelő figyelmüket, a Krónikát, a Tapolcai Városi Televízió hírmagazinját látták. Rólunk szóló, minket érintő friss hírekkel legközelebb is várjuk Önöket a képernyők elé. Viszontlátásra!